Harmadik alkalommal gyűltek össze február 21-én a magyar mozifilmek iránt érdeklődők a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Színház termében. Az intézmény csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet és a Nemzeti Film Intézet közös programjához, amely alapján 10 alkalommal tartanak filmvetítéseket klasszikus és kortárs magyar filmekből június végéig. Ezen a héten az Így vagy tökéletes című alkotást tekintette meg a publikum. A film után egy kötetlen beszélgetésen lehetőség nyílt a látottak megbeszélésére is. A szervezők dolgoznak azon, hogy a későbbi filmklub vetítések után az aktuálisan bemutatott alkotáshoz kapcsolódóan egy rendezővel vagy színésszel is lehessen találkozni. A filmklubnak az lenne a lényege, hogy ezeket a filmeket, amelyeket itt levetítünk, nem filmesztéta, nem köldöknézős bölcsész szemmel, hanem tényleg egy egészséges szemlélettel próbáljuk meg a benyomásokat, érzéseket átbeszélni. Honnan az ötlet, hogy egyáltalán ilyennel színesítsék a programot? A jelenlegi filmklubunk az a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával jött létre. A Nemzeti Művelődési Intézetnek van egy olyan térségi kulturális programja, amely az országból több tucat, talán olyan 40-valahány térséget foglal magába, közte a Hajdúszoboszlóit is. A Nemzeti Filmintézettel összefogva nyújtanak vidéki művelődési központoknak, művelődési házaknak programokat. És ennek keretében indult el ilyen pilot projektként a filmklub is, amely jelen állás szerint június 30-ig fog tartani, és 10 alkalommal lehet vetíteni ezen filmklub keretében filmalkotásokat. Körülbelül 50 alkotás az, amiből lehet válogatni. Mi alapján történt meg a válogatás Hajdúszoboszlón erre a 10 alkalomra? Együtt találtuk ki az egészet, ugyebár én a klasszikus filmekhez ragaszkodtam, Csaba mondta, hogy egy raknunk be kortárs filmet is, mint a mai, például ez a romcom film, klasszikus filmjeink, amihez próbálok rendezőt elhívni, mert utána említett igazgató, hogy van egy beszélgetésünk utána, és színesíteni, gazdagabbá akarom tenni ezt a programot mindenféleképp, hogy egy rendezőt vagy filmesztételt elhívjak erre az eseményre. Kis létszámú, de tényleg kitartó és inkább értékes filmalkotásokat kedvelő közönséget csábítsunk el ezekre az alkalmakra. Ki a pontosan a célközönség és hogyan lehet jelentkezni erre a filmklubra? A filmklub célközönsége, ahogy a leírásban is szerepel, a projekt leírásában gyakorlatilag a adott településnek és környékének a teljes lakossága, de természetesen ugye nagyon változatos maga a filmként kínálat. Hogyan sikerül elérni a közönséget, hogyan sikerül őket megszólítani? Hú, ez rém egyszerű volt ez a történet, hála jó Istennek, ugyebár szájról szájra először, de plakát rajta van a művelődési ház honlapján is a program, úgyhogy nagyon könnyű volt, szóval nehezebbre számítottam. Azt szeretném, ugyebár, hogy a közösség formáló legyen ez az egész. Ugyebár a Covid után bezárkóztak az emberek, magukba fordultak, az internet világába, stb. És azt látom, hogy a helyi, a művelődési ház szakköréből is jöttek. Azt szeretném, hogy ez a kör táguljon, és legyen tényleg egy 30-40 fős mag, aki rendszeresen jár a mozingba, utána tud erről beszélgetni, és nem a commerce filmek felé irányul. Ez mindenféleképp. De a fő cél nyilvánvalóan a közösségnek a kialakítása. Ja, ma este a harmadik alkalom, és hát harmadjára van itt. Honnan jött az ötlet, hogy szeretne ellátogatni a filmklubokra? Hát Attila megszólított, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és én nagyon örültem neki. Mert valljuk be őszintén, hogy Debrecenben már nem nagyon tudunk kimozdulni moziba, és annyira megörültem, hogy legalább itt lesz havonta egy film, és ahogy látom, van benne régebbi is, ez új, de ugye ennyire nem figyeltük, én legalábbis a mai modern filmeket,
nem tudtam, hogy egyáltalán ki ez a rendező, miről szól. A többit már ismertem, meg ami lesz, úgy néztem a programot, hogy azokat is ismertem. De jó, ha így beugrik egy-egy film, amit annyira nem promotáltak. Például a nyugati nyaralásról tudtam, mert azt nagyon beharangozták, de erről ez a így vagy tökéletes, erről nem nagyon tudtam. Mi ennek a költsége az egyszerű filmrajongó számára? Ez a program a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásának, illetve a Nemzeti Filmintézet támogatásának köszönhetően ingyenes, és jelen pillanatban valóban az a célunk, hogy úgymond megszoktassuk a közönséggel, ide szoktassuk a közönséget, illetve hát mondom, nem is egy nagy létszámú több száz fős közönségbe gondolkozunk, hanem egy olyan filmértő, filmszerető mag akikkel utána, ugye a filmvetítések után a legtöbb alkalommal direkt le is ülünk, és kezdeményezünk egy kötetlen kis beszélgetés magáról a filmről, vagy akár a filmhez kapcsolódó élményekről. A művelési házban vagyunk, és hát ez nem kifejezetten filmszínház. A technikai hátteret az hogy sikerül megoldani? Hál' Istennek a színháztermünk azért jól fel van szerelve, beépített vászonnal, illetve hangtechnikai, valamint vetítéstechnikai eszközökkel, de célunk az, hogy amint az időjárás megengedi, akkor a Bocskai Rendezvényközpontban is szeretnénk majd filmeket vetíteni, hiszen ott azért egy igazi nagy vászon van, és az egyéb technikai feltételek pedig ott is adottak, és ugye azt a mozi élményt, ami ma már azért kiveszni látszik, azt azért ezáltal is szeretnénk valamilyest visszahozni. Milyen a hangulata itt akkor a filmklubnak, hogyha már két alkalman tapasztalhatta? Hát mindenki örül, aki eljön, és akkor utána, amikor beszélgettünk, ez a Sose halunk meg, volt ugye a fiatal korosztálytól az idősekig, és a fiatalok nem ismerték azt a környezetet, azt a régi érát, amiben játszódik a film. Mi megörültünk, hogy végre megint visszajött, visszaidéztük, nagyon élveztük, meg hát maga az egész film egy csodálatos, a színész, a rendező, ugye, hát nem is jó volt úgy nézni, hogy sötétbe, reklámok nélkül, moziban, úgyhogy nagyon jó volt, és utána a beszélgetés, hát az meg mindenkinek másról szólt a film, de nagyon jó volt. Van-e olyan film, amit nagyon-nagyon vár, hogy újra nézhessen, vagy akár először megtekinthessen? Hát most ugye lesz az Eldorado, meg az egészséges erotika. Régen láttam, tehát mind jó feleleveníteni. Hát annak idején is, mikor ment valami film a moziba, többször megnéztük. És akkor itt is, mert nem nagyon van reklám nélküli film, mert én más csatornát nem nézek, csak a tévét. Itt meg visszajött az a igazi mozi hangulat. Lehet jönni szülőkkel, nagyszülőkkel, mert úgy jönnek, most két kis fiatalka is úgy jött, és utána azt megbeszélhetik, hogy na látod, kisunokám vagy kislányom, hogy ilyen volt annak idején a mozizás.